Szóval vannak különböző verziók, ezeket érdemes kipróbálni, tehát hogyha kicsit bevállalósabb felhasználók vagytok, akkor nyugodtan egy bétát ki lehet próbálni, vagy egy developer edition, abban sokkal több újdonság van, és sokkal inkább érdekes lehet számotokra. Van egy pár trükk, amit egérrel lehetne bemutatni, ami éppen még a táskámban van, úgyhogy megpróbálom itt a dolgokat összeszervezni addig. Szóval, ha van egy link a weboldalon, akkor meg lehet nyitni viszonylag egyszerűen egérgörgővel egy új oldalon. Mindössze annyit kell, hogyha mondjuk van egy ilyen középső gombja az egérnek vagy görgője, akkor rá kell kattintani, és már is megjelenik új oldalon az adott weboldal, vagy adott hivatkozás. Ugyanígy be lehet zárni egérgörgővel, hogyha rákattintunk az adott lapra. Tehát, hogyha van egy nyitott lapunk, azon van valami oldal, közepére rákattintunk az egérgörgővel, akkor bezáródik. Akkor, ha nagyon sok lapunk lenne megnyitva, egy idő után ugye az itt el kéne kezdeni a görgethetővé válni, ugyanúgy az egérgörgőt, ha fölé visszük, akkor tudunk görgetni a lapok között. Továbbá, ugye van lehetőség már egész régóta, tehát a Firefox 4 óta, hogy a lapokat rögzítsük. Tehát, hogyha nem tudom, a Facebook nagyon fontos nekünk, akkor azt mondjuk, hogy lap rögzítése, vagy a levelező, gmail-es levelező fiók, és ide a lapok rögzítése, jobb gomb, lap rögzítése menü segítségével ki lehet emelni oda előre, és ott például, hogyha új esemény történik azon a lapon, akkor a Firefox és egyébként a többi böngésző is átszínezi ezt a hátterét annak a lapnak. Tehát ott lehet látni, hogy valami esemény történt, amire jó lenne, ha figyelnénk. Ezek kinek voltak ismerősek? Kezet föl. Még mindig elég sokan. Nagyon jó, akkor menjünk tovább. Vannak különböző billentyűzetes trükkök is. Az csak elég sima trükk, hogy kontrollt abban lehet váltani az adott lapok között. Mondjuk itt most betöltök lehet, hogy egy párat inkább, hogy látszódjon is a különbség. Tehát mondjuk itt vagyunk egy üres lapon, kontrolltabb, tovább. Tehát így lehet, Ctrl-Shift-abbal egyébként meg visszafelé. És a másik érdekesség, hogyha nem túl sok tabunk van, mondjuk itt vagyunk az elsőn, akkor az Alt 1-2-3 kombinációval egészen egyébként 9-ig lehet a lapokon lépkedni. Tehát, hogyha nem túl sok tabot nyitottunk meg, akkor ezzel simán lehet lépkedni. És a 8-as a 8. tabot hozza ki, viszont a 9-es az utolsót. Tehát onnantól kezdve viszont vissza lehet lépegetni, így billentyűzetről egyszerűen viszonylag sok lapon keresztül is. Ugye még egy tipp van, az a keresés az oldalon, az simán Ctrl-F-vel meg lehet hívni. És akkor onnantól kezdve csak be kell oda gépelni, hogy nem tudom. És ugye ez kicsit változott most a Firefox-ban a keresés. Valakinek tetszik, valakinek nem, hogy most ez így néz ki, de alapvetően egy jól használható eszköz. Aztán ugye az megvan, hogyha mondjuk Ctrl-T-vel tudunk egy új lapot nyitni, ha mondjuk fogtunk és bezártunk néhány lapot, vagy éppen a macska, aki ráugrott a billentyűzetre, és nyomunk egy Ctrl-Shift-T, akkor vissza tudjuk nyitni a már bezárt lapokat. Tehát van erre is lehetőség. Van egy, szerintem annyira nem ismert szolgáltatás, bár én nagyon kedvelem, amikor egy amikor böngészik az ember, akkor csomószor előfordul, hogy különböző témákat keres, és ez így érdemes összegyűjteni ezeket a lapokat. És van egy Ctrl-Shift-e, ez billentyűzet kombináció. Ami behívja a lapcsoportokat, ami egy érdekes szolgáltatás. Ugye itt látjuk a már megnyitott lapokat. Ennek egyébként lehet nevet is adni, mondjuk ez az első, vagy mondjuk legyen ez a bevásárlás. És akkor itt van egy ilyen lapcsoportunk, és itt húzással tudunk egy új lapcsoportot nyitni, mondjuk ez legyen az utazás.
És egész egyszerűen, ha van valamilyen lapunk, azokat ide át tudjuk húzni, ha rákattintunk arra a lapcsoportra, akkor csak azok a lapcsoportok jelennek, vagy azok a lapok jelennek meg, amik benne vannak ebben a lapcsoportban. Ezt egyébként onnan is lehet látni, hogy van lapcsoportunk, hogy ott a jobb felső sarokban, ahol az egér áll most, megjelenik egy ilyen ikon, ami jelzi azt, hogy több lapcsoportunk van nyitva. Ha rákattintunk egy lapra, akkor itt át lehet helyezni például most az utazás lapcsoportból, mondjuk a bevásárlás lapcsoportba azt az adott oldalt, és akkor látszik, hogy átkerült oda. És ez egy nagyon érdekes vagy hasznos szolgáltatás. Az a baj, hogy a Firefoxban ez nincs teljesen kimunkálva, tehát például majd lesz későbbiekben szó a szinkronizálási képességről, és a lapcsoportok sajnos nem szinkronizálódnak át a különböző böngésző példányok között, úgyhogy ez egy hiányossága ennek az egésznek. Illetve van még ugye a privát böngészés, ami a mondjuk a Google Chrome-ban az inkognitó módnak felel meg, ugye itt az előzmények meg egyéb tartalmak nem kerülnek elmentésre, nem ír a rendszer semmit, vagy a program nem ír semmit a lemezre, és itt lehet, nem tudom, ajándékot vadászni a barátnőnek, hogy ki ne derülje, hogy milyen ajándékot akarna az ember neki vásárolni. Ezek közül volt, ami ismerős volt, hogy kinek kezett föl, ugyanúgy. Hú, itt is elég sok ember, még tök jó. Következő téma az a keresés. Ugye egyrészt tudunk úgy keresni, hogy fogunk bármit, kijelöljük, akár dupla kattintással egy szót, vagy mondjuk így valahogy húzással egy kifejezést, és mondjuk nálam úgy látom, hogy ebbe a profilba el van szúrva az alapértelmezett kereső, mert ez éppen az Amazonra visz, de mindegy, most az Amazonon keresünk valamit, aminek nem tudom, hogy lesz értelme, de valamit kidobott. Szóval mondjuk a Google az alapértelmezett kereső, ami most ebben úgy látom, hogy nincs meg, de akkor mindjárt megmutatom azt is, hogy hogyan tudunk alapértelmezett, vagy több keresőt telepíteni. Szóval akár így kijelölésből lehet újat keresni, vagy ha ezt az adott szót vagy kifejezést ráhúzzuk a keresőmezőre, akkor itt egy kattintással tudunk választani a telepített keresőmotorok között. Ez például most a DuckDuckGo lesz, ami ilyen anonim és adatokat nem gyűjtő kereső eszköz. És akkor itt látszik, hogy az adott keresési szóra ez dobta a kereső. De itt nézzünk egy más oldalt esetleg. Ez se ott fog keresni. Akkor mondjuk itt most csináljunk egy olyat, hogy rákeresünk csak arra, hogy Firefoxból valahogy. Ez nem lesz olyan. Szóval csak így oda kell dobni a felső mezőre, és akkor onnantól kezdve lehet keresni abba az adott szóból, a választott keresőből, vagy csak jobb klikkel, és itt lehet rákeresni az alapértelmezett keresőre. Van egy olyan funkció, ami kulcsszónak hívják, és nem tudom, hogy az kinek ismerős, aki Operát használ, az már biztos látta, hogy úgy lehet keresni, hogy beír egy általunk definiált kulcsszót, mondjuk a YouTube esetén mondjuk egy Y-t, és a Wikipedia esetén mondjuk egy W-t, és mögé írja a keresett szót, akkor elindul a keresés. Most például egy olyat csinálok, hogy a YouTube-nak a keresőjét azt hozzáadom. Onnan látom, hogy az adott oldal kínál-e új keresést, hogy itt a keresőmezőben, a kis nagyító mellett, ott megjelent egy kis pluszjel. És onnantól kezdve hozzá lehet adni a YouTube-ot, mint videókeresést. És be is kerül ide a keresőbe. Tehát onnantól kezdve egy kattintással elérhető. De hogyan lesz ebből kulcsszavas keresés? Rá kell kattintani keresési beállítások módosítására. Ez egyébként elérhető a beállítások keresésből. Majd pedig kiválasztjuk a kívánt szolgáltatást.
és rákattintva itt a kulcs szó mezőre, mondjuk beírjuk, hogy Y. És onnantól kezdve, hogyha keresünk úgy, hogy Y szóköz, valakinek valami kedvenc előadója? Tessék? Depeche Mode. Onnantól kezdve, ugye az Y beírásával egyből a Google-be keres, vagy a YouTube-on keres a böngésző. És ezt bárhány kulcsszavat hozzá lehet rendelni az összes keresőhöz, és onnantól kezdve egyszerűen tudtok tematikusan keresni a megadott keresőmotorba vagy szolgáltatásba. Illetve, hát itt most már írtam az új keresőmotor hozzáadását, vagy illetve ezt mutattam, hogy kell hozzáadni. Alapvetően, amikor, ez most egy Linux mint változat, úgyhogy ez a Linux mintes ilyen kereső szolgáltatást ajánlja föl, de alapvetően, hogyha van egy oldal, amin van keresési lehetőség, és támogatja az Open Search nevű eljárást, vagy ilyen protokolt, akkor a böngészők, nem csak a Firefox, az összes többi is automatikusan földobja, hogy új keresőt hozzá lehet adni a keresési rendszerhez. És hogyha akartok egy sajátot írni, tehát mondjuk van egy házon belüli, nem tudom, mondjuk benne a cégnél valami olyan weboldal, aminek van keresési mezője, akkor ajánlom figyelmetekbe az opensearch.org weboldalt, ahol le van írva részletesen, hogy hogyan kell új keresőt készíteni. Tehát nem tudom, akár egy Redmine-ba is lehet keresni, vagy akármilyen olyan szoftverben, aminek van egy keresőmezője, automatikusan át tudja passzolni a keresőstringet az adott weboldalhoz. Általában alapértelmezett szokott lenni, de mondjuk nem mindig van beállítva, hogyha mondjuk importáljuk a profilunkat, hogy a beállítások között az általánosnál vagy ez szokott lenni, hogy mindig üres oldalakkal indul a Firefox, pedig van arra lehetőség, hogy a legutóbbi ablakokat és lapokat, azokat elmentse a rendszer. És onnantól kezdve, hogyha bezártuk egyszer a böngészőt, amikor újraindítjuk, ugyanazok a lapok jelennek meg, amikkel bezártuk a Firefoxot. És hát egy ilyen teljesítménnyel kapcsolatos beállítás, hogy a lapoknál be lehet állítani azt, hogy csak azokat a lapokat töltse újra, amelyeket éppen kijelöltünk. Tehát, hogyha mondjuk olyan hülye böngészési szokásaitok vannak, mint nekem, hogy hajlamos az ember megnyitni 50 oldalt egyszerre, mert egy csomó érdekes linket találítottam ott, akkor az azért nagy könnyebbség, hogy a böngésző nem rokkan bele a következő indításba, hogy egyszerre akarjon megnyitni 50 oldalt, hanem csak azokat nyitja meg, amikre éppen rákattint az ember. Ez a keresés téma, az mennyire volt számotokra ismerős, vagy ki az, aki hű, itt már áttörés van, szerintem kb. Csak 10% volt ismerős. Jó, akkor megyünk még egy kicsit tovább kereséssel kapcsolatban, de ez egészen csak a címsorra vonatkozik. Mondjuk most itt megnyitok egy pár oldalt, meg azt is lehet, hogy el is mentegettem őket. Mondjuk... Amit a mobilnet enged éppen. Párat el is mentek könyvjelzőnek. Jó. És mondjuk most nyilván nem tudtam hirtelen 50 tabot megnyitni, bár a könyvjelzők között lehet, hogy ez így egy egyszerű módszerrel megoldható legyen, hogy még néhány lapom legyen. Mondjuk ezeket mellé nyitom. Így, most már mondjuk kb. Van 10, kellőképpen átláthatatlan lesz lassan. És tudom, hogy megnyitottam valahol a YouTube-ot, de már gőzöm sincs, hogy hol. És nyilván nem az előzményekbe akarok keresni, nyilván nem azt akarom, hogy megtalálja nekem az összes YouTube-os oldalt, hanem hol van nekem nyitott YouTube oldalam, vagy YouTube lapom. És ha beírunk egy százalékjelet, és utána egy szóköz, tehát olyas, mint a keresési kulcsszó,
akkor egyből, ha elkezdjük gépelni az adott oldalnak a nevét, vagy a címéből, tök mindegy, hol egyezik a beírt karakterkészlet, vagy karakter sorozattal, akkor láthatjuk, hogy itt megjelent két olyan oldal, ugye itt a URL-ba találkozik, itt tartalmazza itt az oldal elnevezésbe, illetve itt is az oldal elnevezésbe, egyből át tudok rá váltani. Tehát nem kell semmit komoly dolgot csinálni, hogy megtaláljam a YouTube-os megnyitott oldalamat. Több ilyen, most nem mutatnám be külön-külön egyébként az összeset, de több ilyen keresési szó van. Tehát például a kis felső nyílal lehet például a history-ba keresni, ugye a százalék jellel lehet keresni a megnyitott oldalak között, és mindegyikre van rövidítés. Tehát, hogyha ezeket használjátok, akkor lényegében lehet egyszerűsíteni a keresést, meg leszűkíteni. Ez a keresős dolog, ez kinek volt ismerős? Hű, na, itt akkor már, ez már a mélyvíznek tekinthető, teljesen jó. Menjünk tovább a szinkre, ami a böngésző közötti szinkronizációt hivatott megvalósítani. A szinket valaki használja? Itt most előre kérdezek. Oké, nem sokan, de néhányan használják. Ugye ez arról szól, hogy a böngészőben vannak csomó adatod, böngésző előzmények, a jelszavaid, a könyvjelzők, lapok, megnyitott lapok, ezeket össze tudod szinkronizálni több böngésző példányod között, tehát van mondjuk egy géped a munkahelyeden, van egy laptopon, van egy géped otthon, ezeket össze tudod egy szinkronizációs eljárással összehozni, hogy ugyanaz a tartalom legyen. Ugyanúgy működik a Firefoxnak az androidos változatával, tehát azt is bele tudjátok vonni, és egy nagyon kényelmes környezetben tudjátok összeállítani azt, hogy összeszinkronizálni, hogy az összes böngésző, amit használtok, ugyanazt a felületet és ugyanazokat az adatokat tartalmazza. Úgyhogy ez működik Linuxon, Windowson, Mac-en, meg Androidon, és egy Firefox account kell hozzá mindössze. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt megpróbálom nektek most megmutatni, hogy hogy működik. És erre felhasználnám ezt a profilomat, amit itt előállítottam. Hát itt annyi látszik majd, hogy a könyvjelzőket, ha megnézzük, akkor itt mondjuk felvettem az indexet, a HVSV-t, meg a port.hu-t, és itt beállítom a szinket. A szinket az több módon lehet elindítani, hogy működjön. Egyrészt itt be lehet jelentkezni a szinkbe itt a hamburger menüben, és de egyébként a beállítások között is ugyanígy elérhető. Ugye kell egy regisztrált e-mail cím, bármilyen e-mail cím lehet, én most egy gmail-es címet használok. Elvileg az a jelszó talán jó, de az az igazság, hogy nekem már van egy ilyen fiókom, úgyhogy inkább csak nem újat hozok létre, hanem bejelentkeznék ebbe, ami remélem, hogy pár pillanat múlva meg is történik. Ha kiválasztjuk itt a kezelési lehetőséget, akkor ugye beállíthatjuk, hogy milyen dolgokat szeretnénk szinkronizálni, és adhatunk ennek az eszköznek egy nevet, amit a felhasználó névből, böngésző névből, meg a gépnévből áll. Jó, és akkor látható, hogy mondjuk van egy pár könyvjelzőnk, vagy hogyha így akarjuk oldalsába, akkor itt is látszik, hogy elmentettünk pár könyvjelzőt. Jó, ezt a böngészőt most bezárom, és megnyitom még egyszer, kicsit gyorsan, ezt bezárom ezt is. Mindegy, az a lényeg, hogy most egy másik profilba szeretnék bejelentkezni, ezzel szimulálva azt, hogy úgy viselkedik most a böngésző, mintha egy teljesen más gépnél ülnék, és egy másik profil nyitom meg. Ugye ez volt a munkahelyi profil, és megnyitom az otthoni profilomat, amin hát látszik, hogy nincsenek benne azok a könyvjelzők, amik eddig benne voltak. Úgyhogy most erre úgy tekinthetünk, mintha egy teljesen más gép lenne, és kicsit ilyen tudathasadásos állapot talán, de itt is beállíthatjuk akkor a szinkronizációt. Van már fiókunk, hiszen előbb csináltunk.
és meglátjuk, hogy emlékszem a jelszóra, vagy tényleg tudathasadásos állapotban vagyok. Na, sikerült. És jó. Akkor itt elindult a szinkronizálás. Nyilván ez egy kis időt vesz igénybe, amíg most egy távoli szerveren ugye eltárolódtak az adatok, míg átkerül erre a gépre. De azért közben már nézem, hogy hát ha átkerült ide minden. És akkor itt már látszik, hogy megjelentek időközben az átszinkronizált oldalak. Úgyhogy innentől kezdve nagyobb könyvjelzőket, vagy látszik, hogy például itt a history is megjelent, tehát amiket előzőleg a másik profilban megnyitogattam, azok mind elérhetővé váltak. Úgyhogy így működik a szinkronizáció. Szerintem egyszerűen beállítható, meg egy nagyon kényelmes funkció. Ki az, aki kipróbálná majd most így az előadás után? Kezet fölteheti? Valaki? Hú, ez nem lett egy olyan népszerű funkció ezek szerint, mint gondoltam. Mindenesetre én nagy örömmel használom, mert tényleg elég sok mindent tud, és elég kényelmesé kezdi a dolgokat. Másik ilyen új funkció a Firefoxban a Firefox Hello, ami egy WebRTC alapú, hát konferencia szoftver kezd lenni, aminek az a lényege, hogy hanghívást, illetve videóhívást lehet kezdeményezni. Mind pusztán webes és szabványos összetevőket használva. Tehát semmi olyan tulajdonosi szoftver nincs benne, ami mondjuk más ilyen hasonló szoftverekben vannak. Kicsit gyerekcipőben jár a dolog, mert ugye hanghívás működik benne, videóhívás működik benne, de mondjuk nem lehet csetelni benne. És ahhoz, hogy működjön ez az egész, úgy lehet neki látni, hogy fogom a böngészőt. Itt van ez a mosolygó smiley, egy ilyen buborékban, rákattintok, beszélgetés kezdése, és fogja és legenerál egy linket, mondjuk amit meg kell osztanom egy valakivel, akivel beszélgetni szeretnék. Tehát aki most beírja ezt a linket, az föl tud engem hívni, és Firefox Hello-n keresztül tudunk vele csevegni, akár hangban, akár képben. És mindjárt, ha valaki már elkezdte gépelni, nem kell papírra leírni, mert nem annyira időtálló a dolog, bár egyébként el lehet menteni ezeket a linkeket. Tehát ott, ahol Firefox van, ott elvileg működik, sőt, igazából a mostani állás az, hogy ahol van mobilos, igen, és közben ki lettem segítve, úgyhogy látszik a képen, megpróbálom kinagyítani, hogy ott vagyok nagyba is, hello, hello anyu. Szóval, igen, ez a funkció minden WebRTC képes eszközön működik, tehát ez lehet asztali böngésző Firefox-szal, Chrome-mal, vagy ugyanezek mobilon, androidos eszközökön, ott ezeket lehet használni. Jó, hát köszönöm a segítséget. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Egyelőre még nem. A nightly verziót néztem, ott viszont van már arra lehetőség, hogy például egy alkalmazásnak a képét megoszta az ember, vagy pedig a böngészőn belül egy lapot. Úgyhogy egyelőre ez kerül majd bele, szerintem következő lépésként a Firefoxba, ebbe a Firefox Hello szolgáltatásba. Ezzel kapcsolatban esetleg valaki kérdés? Valaki használta már? Tegye fel a kezét. Ó, legalább 3 embert láttam. Jó, nagyszerű. Na, hát akkor menjünk tovább, ha gondoljátok, próbáljátok ki, teljesen ingyenes szolgáltatás, úgyhogy és viszonylag sok böngészőben már jól működhet, Chrome-ba, Firefox-ba. Akkor a következő a profilok. Hát itt egy kicsit már szivárogtattam információt, amikor a szinkelni próbáltam a két profilok között. Ugye a Firefox támogatja azt, hogy több profilt használjon az ember. Ez alapvetően egy szerintem nagyon hasznos funkció, mert mondjuk csinál az ember egy olyan profilt, amiben odarakja a kedvenc kiterjesztéseit, beállítja, nem tudom, nagyon vagányra, és felrak valami
personát, amivel teljesen személyre tudja szabni, de mondjuk én nem szeretném ezt a profilt használni ahhoz, hogy mondjuk a netbankomba bejelentkezem. És akkor az ember nagyon egyszerűen elindítja a böngészőt. Nyilván ez most úgy néz ki, hogy mindig egy példány fusson, mert hogyha kettőt indít el az ember, akkor ugyanaz a példány fog még egyszer elindulni, tehát nem lesz különbség, ugyanazt a profilt fogja használni. De például, ha megnézitek itt nálam, akkor most eltekintve a sok ilyen fejlesztői meg teszt profiltól, van egy napi használatú, meg van egy intézés nevű profilom, amiben a bankos, netbankos dolgokat szoktam intézni. Abban ott minden le van tiltva, nem fut benne a Java, nem fut benne semmi. Minden le van tiltva, csak arra van kitalálva, hogy az ilyen fontos tranzakciókat hajtsam benne végre. Alapból a Firefoxos sajnos nem lehet a Firefoxnak megmondani azt, hogy ezt a profilválasztó ablakot elindítsa. Tehát körülbelül úgy néz ki, hogy ez a Use the Selected Profile nagyjából ezt szokta használni. Tehát mondjuk, ha most bezárom, meg elindítom, akkor nem fogja többet megkérdezni, hogy most melyik profilt használja. És ez az egésznek az alapállapota, és nem lehet erről lebeszélni, csak parancsorból. Úgyhogy most megpróbáljuk erre mégiscsak rávenni. Alapvetően kétfajta parancs van, ez a -p ez arra szolgál, hogy egy profilt betöltsek, de ha nem töltök be profilt, akkor meg fogja kérdezni, hogy melyiket. Mert egyébként meg van egy olyan, hogy profilmenedzser, tehát egy ugyanolyan -profilmanager, és akkor azzal eleve megkérdezni, de nyilván minek akarna az ember olyan sokat gépelni. És akkor innentől kezdve megkérdezni, kiszedem ezt a kiválasztott profil használatát, és akkor onnantól kezdve, ha indítom a Firefoxot, akkor már megint meg fogja kérdezni, melyik profilt használjunk. És akkor így, hát viszonylag könnyedén lehet a profilokat kezelni. És aztán közben most úgy néz ki, hogy lemerül a laptopom. Talán sikerül megmenteni az utókornak. Na, szóval, akkor menjünk tovább. Hogyha arra van szükség, ugye a privát böngészési mód használható arra, hogy például az ember weboldalakat tesztel, akkor belép az egyik weboldalon, és akkor be akar lépni adminként, akkor nyilván nem fog működni. A privát oldal használatával, vagy a privát böngészés használatával ez simán megoldható. Viszont többször ezt nem lehet megcsinálni. Úgyhogy ha kell egy olyan böngészési, vagy egy olyan böngészési helyzet van, hogy az ember meg akar nyitni egy profilt, és utána meg akarna nyitni még egyet, akkor nyilván, hogyha rákattint megint a Firefoxra, akkor ugyanazt a profilt fogja betölteni. Viszont, ha használja ezt a New Instance nevű kapcsolót, akkor elindul egy független böngészési folyamat, és itt ugyanúgy kiválaszthat egy profilt az ember, és ezt bárhányszor megcsinálhatja, tehát hogyha mondjuk ilyen vagy tesztelni akar valamit, vagy így valahogy kipróbálni, hogy több profilra van szükség egyszerre, akkor meg tud nyitni akárhányat ezekből. Ezek kinek volt ismerős? Aha, ez egy jó kérdés, erre egy hirtelen nem is tudom a választ, ráadásul nem tudom, volt egy ilyen probléma, hogy az egyik Firefox verzióban ezt a no remote-ot kikapcsolták, majd aztán kiszedték a kódból. Hát ez körülbelül 3 napig élt ez a módosítás. Tehát megjelent az új Firefox, tehát a 36-ossal volt ez, hogy megjelent, és a 36.01-ben egyből, nem tudom, 3 vagy 4 nap múlva, mert kisebb fajta lázadás tört ki, hogy itt a különböző külső szoftverek így akarták meghívni a Firefoxot, és nem sikerült. Hát megnézzük, hogy aha. Hát ott szerintem az nagyjából ugyanaz, legalábbis ugye a leírás alapján nem, nincs különbség. Szóval ki szokott profilokat használni, külön-külön profilokat? Nagyon jó. Akkor talán most már még ennél is többen fognak, úgyhogy akkor
Még néhány oldalt így megmutatnék. Most egy kicsit lehet, hogy fölgyorsítom inkább az előadásomat. Azzal, hogy kb. A közepén folytatom, ahol itt. A böngészőben, a Firefoxban van egy csomó ilyen about oldal, amiről legegyszerűbben a listát úgy lehet lekérdezni, hogy beírja az ember, hogy about, kettős pont about, és akkor mondj valamit a valamiről, amit itt vannak, és így elérhető egy csomó olyan funkció, amit normál esetben a felhasználó felületen nincsen meg. Vagy azért, mert nem tartották a felhasználónak, tehát hogy nem úgy gondolták a fejlesztők, hogy a felhasználónak nem fontos, vagy azért, mert egy olyan kísérleti funkció van benne, amit még nem élesítettek. Például egy érdekes kezdeményezés, ez egy fejlesztői dolog, az About Preferences. Ez ugyanaz a beállító ablak, amit a böngészőből el lehetne írni, mondjuk hát Linuxon a szerkesztés, Windowson az eszközök menü alól. Tehát megnézzétek, ugyanaz a funkció. Ez, ami most az előtérben van, ez a régi változat, és a Mozilla-nál az a törekvés, hogy leváltják erre az új változatra. És akkor ez lesz majd a beállító ablak. Majd valamelyik verzióban, ez még egyelőre nem kristályosodott ki. Ami itt az About-nál hasznos, az az About Support például, tehát hogyha elakadtunk itt a dolgainkkal, nem megy valami a böngészőbe, akkor egyrészt ezen az oldalon lehet nagyon sok információt lekérni, milyen grafikus rendszert használ a böngésző, milyen beállítások lettek elállítva, és az alapbeállítások is itt vannak, illetve a profilkönyvtárat meg tudjuk egyszerűen nézni, hogy hol van, mi van benne. Úgyhogy van egy ilyen lehetőség, illetve van a tuningolja a Firefoxot, ami igazából a Firefoxnak a visszaállítás az eredeti, tehát a profilon csinál egy resetet, az összes felhasználói beállítást kiexportálja, csinál egy új profilt és beimportál mindent, kivéve a kiterjesztéseket körülbelül. Valahogy, tehát ugye az alapbeállításokat, amiket így elállítottunk, azokat visszaállítja, viszont az összes adatot megtartja, ami a felhasználói böngészés eredményeképpen került a profilba. És ez egy ilyen hasznos funkció. Akkor ja, technikai támogatással kapcsolatban van egy Mozilla Support nevű oldalnak van a magyar változata is. Ott a support.mozilla.org/hu oldalon lehet elérni. De csomó olyan böngészővel kapcsolatos ismertető van, amit érdemes esetleg elolvasni. Ezeknek a trükköknek az egy része is le van ott írva. Akkor és egy kicsit a végére úrok itt a beállításoknál. Van egy szerintem nagyon hasznos oldal, ez az About Permissions, ahol minden oldalra, illetve minden oldalra egyesével meg lehet határozni, hogy milyen beállítások legyenek rá érvényesek. Ez megint olyan dolog, amit felhasználó felületre nem lehet elérni. Számomra értetetlen, hogy miért, mert ez kb. Már 15 verzió óta benn van a Firefoxban, de itt be lehet állítani, hogy az adott oldal milyen erőforrásokhoz férhessen hozzá, mi az, amire rá kell kérdezni, tehát hogy megoldható az, hogy az adott oldalhoz beállíthatjuk azt, hogy mindig megoszta például a pozíciónkat, tehát a földrajzi adatok megosztását, helyi adatok megosztását, meg egy csomó minden más be lehet szabályozni. De ez az oldal valahogy nem kerül ki a felhasználók elé, viszont itt az About Permissions-on keresztül el lehet érni. Sokszor van olyan helyzet, hogy mondjuk a böngésző összeomlik, az elő-elő fordul, talán most már ritkában, de van egy About Crashes nevű oldal, ahol vannak különböző, tehát itt vannak azok a jelentés azonosítók, amik azonosítják azt az adott összeomlást. És ez alapján például, hogyha az ember bejelent egy hibát, itt összeomlott a böngésző, és a Bugzilla-ból bejelenti, akkor ezekre lehet hivatkozni, hogy akkor itt ez történt, és az történt, és a fejlesztők egyből látják a stack részekből, hogy hát itt akkor valami probléma volt. Nekem például legutóbb a grafikus kártyának a drivere omlott össze, úgyhogy a Firefoxot is magával ragadta, és aztán kiderült, hogy akkor ez nem a Firefox hibája volt, hanem a grafikus alrendszerben egy hiba, ami azóta már javítva lett. Úgyhogy érdemes azért hibákat bejelenteni, mert a fejlesztők reagálnak rá szerencsére.
Van még egy olyan oldala, ami elő-elő fordul, hogy az ember azt mondja, jó, a Firefox már megint sok memóriát teszik. Alapból a Firefox nem eszik sok memóriát, ez vagy egy kiterjesztés okozza, vagy több kiterjesztés, attól függ, vagy valami weboldal. Itt lehet látni, hogy nagyon részletekben menően, hogy milyen összetevő, mennyi memóriát teszik a Firefox által lefoglalt memóriából. Úgyhogy egy nagyon részletes statisztika van erről. Ezt is ilyen hibajelentéshez lehet használni egyébként. Be lehet tölteni többet, tehát mondjuk ki lehet, össze lehet diffelni több ilyen memória használati riportot, és akkor abból lehet látni, hogy mi az, ami esetleg változott. Tehát ha például nagyon hosszú ideig meg van nyitva valami oldal, és látszik, hogy elszáll a memória használata, akkor ezzel remekül ki lehet szűrni. Meg itt lehet egyébként a free memória felszabadítása résszel kicsit erőszakoskodni a böngészővel, hogy próbálja meg memóriát felszabadítani minden áron. Igen. Akkor a böngészőben mostanában bekerültek ilyen telemetria szolgáltatások, amivel nyomon lehet követni, hogy a böngésző vajon hogy működik, az be kell kapcsolni a telemetriát. Ezt egyébként ezen az oldalon is be lehet kapcsolni, illetve a beállítások között az adatszolgáltatások, azt hiszem lehetőségnél ott is adatválasztások, bocsánat. Szóval az adatválasztásoknál be lehet kapcsolni a hibajelentést és az állapotjelentést is, és onnantól kezdve a Mozilla-nál anonim adatok gyűlnek a böngésző használatról. Ami még ehhez a témához tartozik, az a health report, amivel hát ilyen grafikus formában is meg lehet nézni, hogy mennyi idő alatt indult a böngésző, mikor crashelt utoljára, mennyi ideig használja az ember, szóval egy csomó minden adat kerül. Tehát egy csomó minden adatot megtudhat az ember a rendszerről. Még a Firefoxban van egy kísérleti dolog, ami hát lehet, hogy inkább fejlesztőknek jön jól, de azért érdemes talán megemlíteni, ez az About Networking, ahol lehet látni, hogy melyik weboldala, vagy a böngésző milyen weboldalakhoz kapcsolódik, milyen szaketek vannak nyitva, milyen DNS bejegyzéseket használ, milyen webszaketeket nyitott a böngésző, és ezzel a hálózati forgalmat. Hát ez nem is mondom, hogy profi szinten lehet monitorozni, de legalább képet kaphat az ember, hogy a böngésző miket használ. És nagyjából eljutottunk az utolsó... Mennyi időn van még? Ezt valaki tudja? Jó, mert még lehet, hogy tudok egy órát beszélni róla, de szerintem arra nincs szükség. Mikor? 14.40-kor. Jó, akkor az úgy teljesen jól üzen. Ja, hogy akkor kb. Most lenne vége. Jó, akkor még egy 3 percig itt rabolnám az időtöket. Az pedig úgy történjen, hogy van egy About Config nevezetű oldal, ami hát ilyen a Firefox regisztrie körülbelül, ott lehet beállítani ilyen rendszer szintű beállításokat a böngészőbe. Itt meg is kell ígérni, hogy óvatos leszek. És hát egy ilyen érték, kulcsértékpárokat tud az ember definiálni, illetve van egy csomó alapbeállítás. Nagyon sok van, tehát nyilván nem érdemes most az összesen végigmenni, de megmutatnám nektek egy pár kedvencet. Azt most már inkább ilyen előadós formában, és nem beírogatva. Szóval About Config. Van egy ilyen beállítás, hogy Browser Search Open in Tab. Ez nagyon arról szól, hogyha annak true az értéke, akkor ha beírunk a keresési mezőbe valamit, akkor azt egy új lapon fogja megnyitni. Engem kicsit zavar mindig, hogy beírom a keresést, és azt a megnyitott lapot éppen agyon csapja, ami nyitva van, pedig ez nem annyira jó dolog szerintem. Zavar az is, hogy az URL-eket megpróbálja levágni a böngésző. Ugye, ha HTTP oldal van, akkor nem írja be a HTTP protokollnak a jelzését, HTTPS-nél meg beírja. Számomra ez úgy nem annyira logikus, ezt nem tudom, néhány verzióval ezelőtt a Chrome eldöntött, hogy így szeretné, azóta a Firefox utána ment, de igazából én ezt leszoktam tiltani.
A YouTube-on lehet egy kis tuningolást végezni, hogy a Media Source Extension támogassa a Firefox, ezeket a beállításokat kell elvégezni. Lényegében mind a hármat true-ra kell állítani, és onnantól kezdve a Media Source Extension az működik Firefox alatt is rendesen. Én eddig nem tapasztaltam vele problémát, igazából például a YouTube videóknál a bitstreameket próbálja jobban kezelni, tehát onnantól kezdve például adaptívan, sávszélességhez illeszkedve tud streameket átküldeni, vagy tud fogadni streameket a Firefox. Kicsit ez is a YouTube-hoz tartozik, hogyha teljes képernyőre nagyítom a videólejátszost, vagy bármilyen oldalt, ami a fullscreen appit igényli, akkor mindig megkérdezi, hogy tényleg most fullscreen akad állítani, ezt egyszerűen le lehet tiltani. Akit idegesít, hogy a böngészőben mindenféle animációk jelennek meg, azok ezzel a három kulcsal le tudják tiltani ezeket az animációkat. Ez talán egy kicsit ilyen paranoid vagy biztonságosnak tűnő böngészés, vagy a követést kevésbé lehetőség, tehát a felhasználó követését kevésbé lehetővé tevő beállítás, hogyha ezt a referál letiltjük a böngészőbe, tehát onnantól kezdve nem látszik, hogy melyik oldalról jutottunk az adott éppen megnyitott oldalra. És nagyjából ennyi is lett volna az előadásom. Ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek föl, vagy most, vagy bármikor még így a nap folyamán. A prezentációt föl fogom tölteni a SlideShare-re, úgyhogy aki jegyzetelt, az jól tette, aki lusta volt, az is. És köszönöm szépen a figyelmet!